Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok hákat rajzolni Paintben. Először is kattintsatok a ceruza ikonra, itt látható, és választatok ki fekete színt, nekem most pont az van kiválasztva. Rajzoljatok egy karikát, így, nagyjából így, nem kell pontosan, azután egy vonalat, így, nagyjából így, és még pár vonal, egy kis színezés, és kész is van. Köszönöm, hogy néztetek, remélem sokat segített. Sziasztok, egy perces pályák, ez a harmadik rész, igen, nem is tudom, mit mondjak. Az első pályát Dominik 10.023 és... bocsi, Hunikin készítette. És az a címe, hogy 1 perc versus Csabusa. Akkor start. Szükséges felszerelés. Azért szépen be van rendezve, mint látványos, de igazából csak kétféle zászló van. Nagyon Csabusa fej, felső, nadrág. Hát jó, az a Csabusa fej, csak nem veszem föl, eleve Csabusa fejem van. Oké. Készítés menete. Készítésen a pályát, blablabla. Na, kb. 1 óra és 45 perc alatt építette meg, készítette. Igen, ahol mire vársz, lép az ajtónál lévő arany nyomólapra, és ment a játék, és az óra. Ja, és egy tip, ne olvasd el a szöveget csak a pálya végén. Hát... akkor honnan tudom meg a szabályokat, ha nem most olvasom el. Ne csalj, normál. Normál. Ne törj blokkot, ne használd ki a pályahibáit, az órát az ajtón való kilépés után indíthatod el. Hát, ezt nem dödöntöd el, történet. És most jár le. Idáig jutottam. Ez is sokat írt. Sajnos. Te egy híres videóst játszol. Eddig jó. A neved Csabusa, és 1 perc alatt végig akarod vinni ezt a mappot. Meg editor voltál. És 100 pontot adni rá. Jaj, majdnem elfejtettem. Egy kardot kell megtalálnod, egy ládában van. Ja, és csak egy kis háttérinfo a karakteredről, utálod Kenny 26-ot. Ó, nagyon szimpatikus ez a karakter. Jó, elvehetem a cuccokat? Na jó, nem mondta, hogy nem vehetem el, mindegy, menjünk. Így is kifutottunk az egy percből. Jaj, de ötletes. Igen, ez irónia volt. Ne! Nem éred, ugye? Hát oké. Okay. Hiszem kettőben voltam, most abban leszek. Gyors kvíz. Hát ez tényleg gyors volt. Most mi történt? Mi van a ajtón mögött? Ha nem tudod, nézd meg, ne pazarod az időm. Jó, milyen mögé néztél, úgy veszem, feladtad, menjünk a kérdésre. Szoktál olvasni? Mi? Nem. Hát ilyen kultúráltan vagy. Na mind egy, végül is tudtál válaszolni a kérdésre. De akkor is szégyeld magad, tőled jobbat vártam volna. Én a helyedben pontos évvel futnék. Nem is tudom, miért ezen akadok fel. Máshol sem volt tökéletes az írás. Mert már itt nincs sok idő. Speed, meg fire resist. Budi van. Köszönöm. Azonnal belesételtem. Ó, oh, de jó, oké. Okay. Nem tudom, mi volt ez. Túl hosszú. És sok szöveg. Csí. Oké, okay, reklám meg vége van, azt látom, és... hú, túl hosszú ez a pályán. Igen, túl hosszú. Ha bevetted. Ezt az összes ember nevében, aki bármelyik szivacs pályádat kivitte, visszavágtam neked. Sajnálni nem vagyok gonosz, ezért fordulj meg, mert nyitva van egy kiárat, amin hátmész megkapod az igazi díjad. Ez? Hát, megkaptam az igazi díjamat. Jó, szóval ez túl hosszú volt egy perces pályának. És így néz ki, hogyha Csabusa felveszi a Csabusa fejét.
Nagyobb lett a fejem. Jó, mondjuk nem csoda. Jó, ez túl hosszú pálya volt, ennél kisebben, rövidebben gondolkodjatok. Oké, a következő pályát AFK Pro és Rocksrác készítette, és az a címe, hogy a recept? A recept, igen, az a címe. Jó. Akkor start. Először is láda. Romlott csomócsirkehús, oké. Megcsóal. Üdvözöllek a pályán. Egy nagyon egyszerű feladatod van, süss meg egy csirkehúst. Nem tudod a receptjét, így, így keresd meg a receptkönyvet a könyvesboltban. Tip, ne a romlott csirkehúst használd, sok szerencsét. Oké. Oké, van csirkehús. De szépen díszített, felvettem. És hol van a könyvesbolt? Még egyszer. A könyves polcon? Én vagyok a hülye. Ó, megvan. Na. Csirkehús, falusi módra, csirkehús, szén, frissen meg a csirkéből lehet igazán finoman készíteni. Az asztalon találsz eszközt. Ó, és el tudtam volna menni. Ó, banyek, csak rossz helyre kattintottam. Jó, én meg azt hittem, hogy nem lehet. Ó, közben lejárt. De jó, csak én bénáztam egyébként, nem... Szerintem ez beleférne az egy percbe. Mondjuk sok írás van. Szóval, akkor képzeljük, hogy most a karddal csaptam le a csirkét. Oké. A sütő felső tároló... még egyszer. Helyezd a frissen vágott csirkehúst a sütő felső tároló rekeszébe, az alsóba pedig a szenet. Majd állítsd a hőfokot 150 fokra egy percig. Ha készen van, óvatosan vedd ki a sütőbe, jó étvágyat. Ez tök jó volt. És a tát is elvettem? Bovul. Ez tök jó volt. Na. Na, ezek tetszenek. Köszönöm, végigütöd a pályánkat. Kár, hogy látszik. Már jól lehet kellett, hogy ne látszódjon ki a resztot. De ez itt tök tetszik. Rövid, egyszerű. Jó, lehet, hogy engem túl könnyű lenyűgözni, nem tudom. A következő pályát Fred készítette, és azt írta nekem, hogy ez egy nagyobb pályának a demo verziója. Ez tök ötletes szerintem, tetszik az ötlet, tényleg erre tök jól lehet használni ezt az egyperces dolgot, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, felkeltett az érdeklődésemet, és olyat is írt, hogy csak akkor nyomjam meg a gombot, nem, akkor indítsam el az órát, ha megnyomok valami gombot, vagy mi a túró, hát nem. Akkor, ja, és a pályacímét nem is mondtam, logj meg a nemzeti börtönből. Az a, hogy itt is eltért a pálya neve, meg a mappa neve. A mappa neve az, hogy logj meg a nemzeti börtönből. Majd kijavít, hogyha nem ezt gondolta. Akkor start. Figyelem, az órát csak akkor indítsd el. Ha-ha-ha. Felejtsd el. Jó. És... Hello, kedves játékos. Csabusa. Ez a pálya egy egyszerű és izgalmas kalandot fog végigjátszani. Gondolom a névből adódóan már ismerős lesz, hogy miről fog szólni, de azért ide is leírom, a nemzeti börtönből kell megszökned. Ha sikerül, akkor élheted a szabadság életét. Jó, ne gondolkodjunk rá, hogy mit jelent. Hamarosan el leszel a portálba, ott részletesen lesznek egy-két dolgok írva. Ne gondolkodj, addig élvezze a kezdőszoba muzsikát. Azt hogy eltalálta, hogy pont ilyen gyorsan olvasok? Szabályzat. Tényleg mondom, hogy zene. Ne csalj és ne használj. Csak hallgatom a zenét. Jó, majd visszahallgatom. Ne csinálj és ne használj segédprogramokat, ne válts játékmódot, a rendszer automatikusan váltja, ha kell. Ne rak le blokkot és ne törj blokkot. Hopp, lejárt az idő. Hát ideig jutottam. Ugye a sok írás. Mondtam, hogy ne úgy csináljátok, hogy írok egy csomót és onnantól indul a pálya, hanem ennek a lényeg az, hogy elejétől kezdve. Szerintem izgalmas így is csinálni. Na. Játsz meg fölön is, persze élvezz a játékot. Oké, ha elolvastad, kérlek nyomj a tovább gombra. Történet? A történet az a játék elkezdésétől a végjátszásáig meg fogod tudni játék közben. Tovább. Nemzeti börtön. Bekerült a börtönbe, most jelenleg cellában találod magad. Nézd körül alaposan, hogy tovább juss. Jaj, lefelé nézek. WC papír. Ez a papír kicsit kakis. Igen. Ez meg a... Jó, akkor kiveszem a naplót és odarakom a papírt. Az igen.
hangos bemondó, figyelm, lámpaoltás, mindenki aludjon. De jó, meg van effektelve. Ez mi? Szép lassan elalszol. Közben olvashatok? Jöjj, de hosszú. Egy perces pályák, ne csináljátok ilyen hosszút. És hogy ébredek fel? Egy. Hangos bemondó, felkelni, hamarosan nyílnak a cellajtók, és azonnal indultak az ebédlő irányába, aki eltér, az kap egy magáncellát. Te mondod, szerintem elmegyek inkább ebédelni, mint hogy magánzárkába zárjanak. Jó, menjünk ebédelni. Kár, hogy egyedül vagyok. Ha leraktok még egy pét... Na, ha lerakott volna még egy-két NPC-t, akkor sokkal börtönesebb hangulat lett volna. Ó. Hátok nyikorogva nyílnak. Ebédlő, erre van. Kösz, hogy végigjátszott az egyperces pályámat, ami nem is volt egyperces, de van egy rossz hírem, nem ennyi ez a pálya, ez csak egy demo az eredeti pályából, azért remélem jó. Azért ott ilyen rövid, mert a gondolkozás és a timer az elején lassította az egészet, szeretlek Csabusa. Én is szeretlek. Jó, tetszik a pálya, tehát maga a pálya az tök állat, de sajnálom ez nem egy perces, túl hosszú. Az is beleszámít, hogy mennyit írtok. Nem baj, egyszer ti is belerázódtok. De egyébként tetszik a pálya, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a börtönös. Szép építés, jó effektek. És jön a következő pálya. A következő pályát Fox készítette, ha így kell mondani, mert a U helyett nulla van, majd beszól. És a pálya címe az, hogy Ezüst majó bosszúja. És start, kezdés. Nem kell semmit tudnom. Okay. Az ezüst mozsik elraboltak egy társat, miért nem írsz ékezetet? Elrabolták egy társat, hogy ki tud szabadítani, szerez meg egy csakanyt. Jó, nézzük azt a csakanyt, hol lehet az a csakany? Remélem abban a ladaban van a csakany. És itt a csakany. Megszerezted a csakanyt, de örülök. Vagy orulok. Gyorsan fuss vissza, és szabadítsd ki az óriás kobol az elrabolt TNT szakertot. Jaj, ez szörnyű. Nem tudom, hová kell menni, nem értettem, mert csak gyorsan elolvastam. Nagyon kapkodtam. Szabadítsd ki az óriás kőből. Az lenne az óriás kő. Biztos, mert itt van kő. Nem tudom kiütni, mert nem olyan csákányt kaptam. Kénytelen leszek. És lejárt? Ja, és már lejárt. Jó, bőven. Ne keressetek, nem vártam tovább a megmentőkre. Mit megmentőkre? Megmentokra. Leleptem magamtól. Udv, kreper a TNT sensei. Kosz meg egyszer, hogy siettetek. Ez jó. Kis egyszerű kaland, kis fordulat. Nem az évszázad fordulata, de jó. Ez tényleg egy egyperces pálya lett volna, hogyha ír ékezetet is. És felfogom, hogy mit olvasok időben. Jó, ez is jó. Ez jó. Egy perces pálya. De a receptes egy fokkal mindig jobban tetszik. Ékezet! A következő pályát Marton készítette. Igen, Marton készítette. Nem csak közben megnézem, hogy nem-e más nevet írt-e, de nem. És ez a hollapátolás 2. Ha emlékeztek, az első részben volt a hollapátolás, az is az ő pálya volt. Hát itt a folytatás. Remélem az első tanulságaiból tanulva, az elsőből tanulva, na most jobb lesz. Mondjuk az se volt rossz, csak nem elég kidolgozott, na. Akkor start. Ja, hogy vízbe vagyok, oké. Okay. Üdvözlök hollapátolás 2.0 pályámon. Itt 5 plusz 1 pályán kell havat lapátolnod, hogy megtaláld a kart, amivel tovább juthatsz. Gyerünk, siess. Ó, egy kicsit más lesz a játékmenet. Első szint. Ne higgy a szemednek. Miért ne higgyek a szememnek? Ó, ez nem is kar.
Biztos ez jelentette azt, hogy ne ott kezdje megkeresni. Haha. Ez lesz ez. Ha. Megvan. Másik szint, kevés hó. Júj. Még az lehet, hogy gyorsabb lenne. És mennyi van még? Ó, még csak pár másodperc. Hát sem értem, lesz rá idő. És mi van? Már lejárt egyébként. Öj, na ide kár volt leugrani. Fú, hát nem tudom. Egyszer nem találok kart. Ez barrier? Barrier. Majd a kommentekbe kijavít. Láthatatlan. Ah, elsőre. Pont a gyémántot. Nem tudom még minek kapkodok még mindig. Ha időn túl vagyunk. Hó, labirintus. Most bezzeg azonnal megtalálnom. Ugrálás? Ja, és kihagyhatatlan volt. Pedig már kezdtem dicsérni a pályát. Láttam oda lent is egyet. Hát itt direkt ott van. Jó. Hát az első rész jobban tetszett, az poénabb volt. És így átmegyek. Megvan. Mikusz egy, ne anyáz. Aha, egy barrier. Aha. Jaj, láthatatlan labirintus. Ó. Apádat. Ne. Jó, ez poén fordulat volt, de az előző rész akkor is jobban tetszik. Ja, oda még rakhatom, nem kell kérni. Na jó. Túl vagyunk egy percen. És ennyi. Jó. Akkor most tudok mondani kedvencet. Az a sütős az nagyon tetszett. Az pont egy ilyen egyperces pálya. Egyszerű volt, de a másik, amikor csákányit kellett menni, ugye az is belefért egypercesbe, az is jó volt, de azok az ékezetek nagyon hiányoztak. És igen, hogy ne kérjetek olyat, hogy mikor indítsam az órát. Ennek a műfajnak az a lényege, hogy indítástól, hogy betöltéstől kezdve megy az egy perc. Ez a lényeg. Hát különben csak egy sima pálya, amin van időzítőn, nem? Mindegy, szóval ezt így találtam ki, legyen így, ez így érdekesebb szerintem. A kézikönyv jól jön.